Hello, welcome! Ez a Főzünk Rebekával következő része, ugyanis nagyon ritkán eszem halat. A rákot szeretem, de halat nagyon ritkán, és tegnap elképesztően megkívántam a halat. Az már elmúlt, viszont rákot azt még mindig ennék, és van itthon garnélem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálunk valami garnélás akármit. Közben pedig megmutatom nektek azt a chili szószt, amit elég sokat csináltam mostanában, TikTokon találtam, zseniális. Úgyhogy gondoltam, megmutatom, viszont először ki kell venni a garnélát a fagyasztóból, mert azok még meglehetősen jeges állapotban vannak. Úgy de üdös. Hála az égnek, hogy amikor meg van csinálva, akkor nem ilyen illata meg íze van, mert... Felírom majd nektek az összetevőket a kis szószhoz. Zseni, mivel szeretném enni a rákot? Szükségünk van fokhagymára. Az az igazság, hogy sokkal finomabb lenne, hogyha apróra összevágnám, de ahhoz lusta vagyok most. Csodálatos ciklámen nyomókát fogjuk használni. Hozzáteszünk még kettőt. Maradékkal nem szeretném ledarálni a körmöm. Így ezt összevágjuk. Megmostam két hagymát, amiből első körbe nekünk a fehér részek fognak kelleni. Ideig. Később majd a zöldre is szükségünk lesz. Ennyi volt a vagdosós rész. Eredetileg 3 evőkanál chili kellene bele. Én 2 szoktam rakni, azzal biztosan jó vagyok. És 1 evőkanál szezámmal, abból meg 2 szoktam. Annyira jó a crunchy textúra benne. És ezt igazából félre is rakhatjuk most. Itt pedig fel fogunk melegíteni 1 kef, vagyis 240 milli. Sima olajat. Amíg az melegszik, addig megcsináljuk a maradék részét. Gondoljuk, hogy a szójaszószat. Ebbe pedig beleöntünk még egy kevés szezámolajat. Mondjuk így. Ide pedig kimérünk szűk 2 evőkanál ecetet. Az lenne a legjobb, hogyha rizsetet lenne. Ez csak táj ecet. 3 evőkanál szójaszósz. És 1
evőkanál, osztriga szósz. Aki evett már osztrigát, az mondja már el, hogy olyan íze van-e, mint az osztriga szósznak. Soha nem lennék képes megenni. Ha az életem múlna rajta, akkor talán. De azon kívül nem nagyon látok olyan opciót, hogy osztrigát egyek. De az ízét szeretem, legalábbis ennek a szósznak. Megvárjuk, hogy felmelegedjem. Ez a legizgibb rész, úgyhogy ráközelítettem nektek, hogy lássátok. Amikor felmelegedett az olaj, akkor fogjátok, és szépen rá kell önteni. És ezután, amit itt összekavargattunk, azt pedig, Isten, de jó illata van, szépen bele kell önteni, össze kell keverni, és készen van. Ha minden igaz, akkor hűtőben körülbelül 2 hétig eláll. Soha nem értem még meg a 2 hetes kort. Elképesztően finom, reggelente tojáshoz szoktam hozzárakni, valami szendvicsbe bele. Hogyha csak a kenyeret úgy pirítjátok meg, sütőben vagy airfryerben, hogy ebből tesztek rá, zseni. Egyébként tésztákhoz, húshoz nagyon jó. Így néz ki. És ezt igazából félretesszük, és majd ha a garnélát csináljuk, akkor fogjuk hozzátenni. Garnéláink készen állnak, innentől viszont kesztyűs a művelet. Az az igazság, mindent megcsinálok, de nem vagyok hajlandó taperolni. Tekintve, hogy van olyan opcióm, hogy kesztyűt veszek fel, így felveszem a kesztyűt. Só. Valamiért most fehér borshoz van kedvem. Egy nagyon-nagyon pici cayenne. Mosok meg pár paradicsomot, és egy kicsit ezt is majd megfonyasztjuk, felmelegítjük. Az az igazság, hogy nem biztos, hogy nagyon ízesítjük. Nagyon-nagyon pici szójaszószt a nagy kintekre. Chicken bouillon mix. Pár perc kell neki, úgyhogy mindjárt fordítjuk is meg. Kívántam a salátát. Ó, de jó nagy kupit csináltam. Úgyhogy salátával fogom megenni. Ezek a paradicsomok egyáltalán nem szépek, de annyira finom lesz. Happy! De jó. Elképesztő. Jó reggelt! Most értem haza Pilatesről. És jött a csomagom! Tudom, hogy mi. Film. Azt tudom, hogy egy könyvet kaptam.
Van itt egy ilyenünk. És a belte van. Stop. Úristen, de szép! Van saját könyv azért. Oj, de cuki. Rebekának szeretettel be. Köszönöm. Can't wait. És van egy kis borítékunk is. Majd de imádom. Drága Rebeka, egy kis utánpótlás. Fogadj sok szeretettel a legújabb regényem, mely még szinte friss és ropogós. A hivatalos megjelenés január 15. Bízom benne, hogy tetszeni fog. Biztos vagyok benne. Ezzel is szeretném elismerni a munkásságod, és azt, hogy olyan fontos dolgot népszerűsítesz, mint az olvasás. Több olyan ember kellene a világra, mint te vagy. Üdvözlet ebben. Köszönöm! Aj, de cuki vagy, imádlak. Biztos tetszeni fog. Teszek nektek linket leírásba. Gyönyörű. Úristen, még egyszer megmutatom. Ne a fejemre. Mennyire nagyon szép. Csodálatos, nagyon szépen köszönöm. El fogjuk olvasni, és jelenteni fogom, hogy mi a helyzet. Ezen kívül hazaértem, rettentő éhes vagyok elképesztően, úgyhogy csináljunk kaját. Úgy néz ki, hogy ez egy ilyen kajás, korogalmasan, kajás vlogos valami lesz. Úgyhogy, let's go! Most itt lesztek alul, mert kupi van. És őszinte vagyok, nincsen kedvem rendet rakni, hogy videózzak. Úgyhogy, nagyon sok dolgom van ma. Nem tudom, hogy a végére fogok-e érni, de reggelizem muszáj. Utána hajat mosni. Két szelet kenyér, pici vajrá, hideg vajnál nincsen szörnyű dolog. Tényleg pici, csak hogy jó ropogósra süljön az airfryerbe. Körülbelül 5 perc. Következő, 2 tojás. Serpenyő melegszik. Egyetlen egy problémám van. Úgy tűnik, hogy nem vagyok a helyzet magaslatán. Ami a mai napra nézve nem hasznos. Vajon mellé dobtam a vajat, vagy bele a serpenyőbe? Tippeljetek! Nincsen kedvem megpirítani a sonkát. Jött a tojás. Oké, sietek! Kis csiliolaj. Kanál. Hello. Bele a tojás mellé. Jó, de szép. Valóban szép? Nem. Tudom, hogy mennyire finom lesz, és azért szép? Igen. Bon appetiti! Összességében szép? Nem. Kóstoljátok meg a csiliolajt. Elképesztően jó. Jót vegyet! Felvettem a Shein videót, és a hajam teljesen meg van bolondulva, és egyébként pont ezt akartam mondani, hogy mindjárt kaját kellene csinálnom. Azok a lányok, akik mindent kiengedett hajjal csinál, hogy csináljátok? Már annyira idegesít, hogy majdnem összefogtam, de pár órája mostam csak meg. És amúgy olyan szépen be van göndörítve, és ha megigazgatom, akkor annyira szépen áll. Nem akarom elrontani, de megvadulok tőle, komolyan mondom. Szép jó napokat! Vasárnapon voltunk Barbival Pilateszen, egy órára mentünk, most 17:30. Voltunk kajálni, kávézni. Viszont, amikor Montenegróban voltunk, akkor egyszer ettünk egy ilyen, ez a neve, ilyen túrós palacsinta dolog, és TikTokon megláttam valamelyik nap, és elképesztően megkívántam. Úgyhogy keresem gyorsan egy receptet. Még nem tudom, hogy milyen, de ha jó, akkor menet közben itt látni fogjátok a receptet. Úristen!
Ja igen, és pénteken voltunk Barbie-val, a Imádlak utáni a magyar címe. Zseniális volt, és az Unwritten a főcímdala talán, és teljesen rákattantam, amióta kijöttünk, úgyhogy hagyom, hogy nézzétek, ahogy itt kevergetem ezt a csodát. Én meg közben loopon hallgatom. So I woke up at 11 o'clock, I ain't got no job, what the hell should I do today? This feel like some, I don't give a fuck, oh my god, shut the fuck up, I ain't hearing what you gotta say. What the deal, how you feel, not important. All I'm thinking about is riding in these Porsches, but don't be coming at me with that horse shit. Acting like you know me, that's the worst shit. I know in my soul. A long time, been a long time coming, hitting stop signs, crossfaded till I'm cross-eyed, lost my sense of who I was, who I am, it's the wrong guy, thoughts gon' multiply, boss with it, be a boss with it, cost with it, what this motherfucker costing me, constantly run your little mouth off, knock your smile off, what you bout now, you gon' bow down, right about now, not the type to hit the backspace, I ain't got no time to fuck around, lay them bitches up on Backpage, want the days, I don't gotta chase, cause we backstage, saber in my brain, anything but annyira emlékeztet valaminek az illatára, de nem tudom megmondani, hogy mire. Először is, nem csini, ezen dolgozunk. Lehetne egy picit édesebb az alap, és talán amit kint ettünk, az nem biztos, hogy ennyire töménytúrós volt. A lényeg megvan, egy kicsit pontosítunk a receptem. Zseni, I'm happy.